A Kisvárda több mint egy hónapos szünet után, a Ferencváros pedig egy Bajnokok Ligájában elszenvedett súlyos vereséget követően lépett pályára a zárt kapus mérkőzésen. Az első percekben felváltva estek a gólok, aztán ellépett ellenfelétől a Fradi, és bár az 5 gólos hátrányból egyszer visszajött 2 gólra a házigazda, végül 12-17-es állásnál vonult a pihenőre a csapatok. Fordulás után ismét kiegyenlítettebbé vált a játék, az utolsó negyedórában azonban elkezdett nyílni az olló, fokozatosan növelték előnyüket a fővárosiak. Végül 12 gólos vereséget szenvedett a Kisvárda, amelynek edzője leginkább annak örült, hogy végre meccset tudtak játszani. Fel voltam arra készülve, hogy ilyen hosszú kihagyás után több mint egy hónapja nem játszottunk sem edzőmeccset, sem bajnokit, hogy hullámzóak leszünk. Arra nem, hogy ennyire. És azt is mondtam a lányoknak, hogy az, hogy most a Ferencváros egy jobb csapat, az nem volt kérdés. Viszont próbáljuk meg megnehezíteni a dolgát, és próbáljuk meg önmagunkat építeni és visszahozni a bajnokságba, hiszen ha minden jól megy, akkor jövő héten is 2 mérkőzés még vár ránk. Ez szakaszokban néha sikerült, de nagyon-nagyon rövid ideig minden szakaszban, és utána jött egy viszonylag hosszabb olyan szakasz, amiben gyermetekbű hibákat követtünk el. A Ferencváros vezetőedzője Elek Gábor csapata nagyobb rutinjának és nagyobb játék erejének tudta be, hogy ilyen körülmények között is érvényesíteni tudták a papírformát. Tudtuk azt, hogy a Kisvárda nagyon stílusosan és helyenként jó kézilabdázó csapat, de összességében úgy gondolom, hogy még ha azt gondolom, hogy talán a különbség túlzott is, de azért a Ferencváros most ebben a helyzetben is még jobb csapat a Kisvárdánál, és ezt érvényre tudtuk juttatni. Amivel a védekezésünk sokat javult, támadójátékunk, azért 38 gól az mindenképpen az egy jó teljesítmény részünkről. A visszarendeződésünk az, ami továbbra sem tetszik, és ezen nagyon sokat kell dolgoznunk, de nyilván azt is tudjuk, hogy itt bődületes elmaradások után kezdtünk el megint edzeni, meg játszani, úgyhogy ezt nagyon gyorsan rendbe kell tudni tennünk, mert itt nagyon fontos csaták várnak még ránk. A Kisvárda vasárnapra kiírt MTK Budapest elleni mérkőzése elmarad, legközelebb jövő szerdán a Vác ellen lépnek pályára Dombi Lucáik, majd azt követően a válogatott szünet előtt még jövő vasárnap Mosonmagyaróvárra látogat Bakó Botond együttese.